akarod-e a szent hitet megtartani és igaz módon megőrizni? Akarom. Akarsz-e a szent egyházaknak és papjainak védője és oltalmazója lenni? Akarok. Akarod-e az országot atyáid igazsága szerint kormányozni és védelmezni? Akarom. Akarjátok-e ennek a fejedelemnek alávetni magatokat, az ő országát igaz hittel megszilárdítani és parancsolatainak engedelmeskedni? Mint hogy a királyi méltóság rangját csak is a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. A királyi tanácsot ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani mit sem ér. Ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre. Zsarnoknak kell nevezni. Légy türelmes mindenekhez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Mindez alkotja a királyi koronát. Nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni.